Na, Ali, 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 szavaztok gyerekek, hát az történt, az esemény, hogy... be volt zárva a kocsma. Elmentek dolgozók, hát nem tudom, hogy ezt hogy fogjuk megvalósítani. Gyorsan kellene csinálni, nehogy az legyen, hogy rajta kapnak minket, mert akkor megyünk a sitre, megyünk a böribe, mert egyébként lehet börtönbe kerülni, most halál komolyan, mindenféle tréfa nélkül. Ezt leakasztuk, aztán nem tudom, megpróbáljuk betörni az ablakot. Ki tudjuk rángatni ezt a nyomorult gépet. Kézifék ki. Kézigáz. Sietni kéne, hogy nehogy reggel legyen, vagy nehogy észrevegyen minket valaki. Ablaktörlő. Gyújtás. Ezt föl kéne emelni. Oké. Megpróbáljuk, bezúszunk az ablakot, ahol van az a játékgép. Első körbe. Hú, hát ezt jól eltaláltam a magasságot. Jéééék, gyerekek! Ne vicceljél! Oké. Gyerekek, nagyon komolyak vagyunk, tiszta idők, maffia. Maffia módszerekkel dolgozunk. Betolatunk, de az a baj, szerintem reggel érik, úgyhogy lehet, hogy rá fogunk nagyon durván cseszni. Így valahogy rá kéne tolatni, ezt ki kéne rántani onnan azt az egészet. Álljunk meg. Motorhány. Vajon, jöjjön, valaki jön. Hédír! Ott a elhúzott. Be tudok ugrani, vagy valami csoda? Vajon be tudok ugrani? De hogy ne tudnék. Elvileg valahova rá lehet. Hűha, hát ez most egy kicsit bebugoltam. Valahova rá lehet kötni. Ehe. Oda a gyerekek. Gyorsan kell cselekedni. Rablási van. A gyerekek innen, így megküldöm, ezt kitépünk francba, azt elvisszük haza. Az a terv, hogy elvisszük haza, mert nincs nálunk szerszám egyébként, hogyha előre gondolkodunk, akkor kell volna szerszám. Na, üljél bele ide. Figyelj, magas, előre, nem magasra. Nem izébe, terepbe rakjuk. Úgy. Úgy. Hű, gyerekek, ez nem kis pálya. Az a baj, nem jó fele állok. Hú, bazza, kitépjük a... Ez komoly, nagyon durva. Nagyon nem jó. Azt a betyár! Úristen! Ezt elviszem innen, hallod? Ez nem jó, nem jó, hogy itt van. Nem jó, hogy itt van. Valahol el kéne állnom. Valahol elállunk. Nem tudom, hogy ezt látják, vagy ez hogy működik, úristen, ez hogy működik. Ez lehet, hogy hülyeséget csináltam? Mekkora hülyeséget csináltam? Nagy hülyeséget csináltam, gyerekek. Ez lehet, hogy nem volt a legnagyobb ötlet. Dír. Kiszakadt a falból, elment az áram. Te hallod, azért jó. Ez lehet, nem tudom egyébként, hogyha ezek... Azért a yardok elkapnak, hogyha ezzel nem kerülünk böribe 100 évre, akkor semmi ér. Jó, izé kellene. Ki kellene, mindenképpen menjünk innen a francba. Mert az a gond, hogy ugye a kocsit meg a izét kéne egyszerre elvinni. A cuclit. Ezt nem tudom, ezek a kutfejek robbannak-e. Vigyázni kéne, azért nem kéne kinyírni magunkat. Rajt van basszus az üvegcserép az elején ennek a jár... üvegnek, villának. Mennyi idő lehet vajon? Ugye meg is kéne tankolni, mert meg kéne várni, így is van ez a kotla is. Azt sem tudom, hány óra van, gyerekek. De tuti, hogy már reggeledik, vagy reggel van.
Az igen, ezt is, hát az ablakokat be lehet törni, ezeket a nagyokat, az ennyi. Nincs más, amit ki lehet rabolni? Nagyon nem. Az igen, bazza, kitépte a falból az ablakon keresztül, azért ez nagyon epikus volt. Figyelj, ez az oda viszem a izéhez, a kuthoz mindenképpen, mert meg kéne tankolni. Vagy melyik a benzin? Ez a benzin, 98-as, micsoda izé van itt. High-tech dolog van, nem 95, 98 is benyom van. Oda húzom, mindenképp meg akarom tankolni az autót. Meg ugye a kannát is, addig akkor intézzük ezeket a dolgokat. Aztán ezen a napon haza kéne érni, higériánk nagyon szor, a stressz várja, egy cigit szívjunk el. Na, esik az eső, ez hiányzott. Jó. Ablaktörlő? Van elvileg. Na, adjunk neki gyerekek, meg kell tankolni majd, hát meg kell várni, míg kinyit a bolt, úgyhogy ez így fog működni. Éha. Ez miért nem akar fordulni? Esküszöm, fordultam én bele. Mert hogy a vízes aszfalt valami hatása van. Jó, ennél közelebb már nem tudunk menni. De állítsuk le a gépet, nem tudom meddig kell itt várakozni. Megint megjött a busz. Meg ne tekerjük a tanksapkáját. Elvileg ebben full üres. Úgyhogy... Elvileg, hogyha ránézve, akkor mutatná is, hogyha van benne szerintem. Valami olyan rémlik. Ja, meg a kanna is kellene. Kanna Mária. Ezt is majd meg kellene tankolnunk. Most fel vagyok készülve, látjátok, így most már nem annyira megy a töketlenkedés, de biztos be fogunk valamivel félelni, már ismerem magam. Ebben van egy kis benya. Hát ez bele is öntöm akkor. Ezt hogy kell? Ó, te fiú, hát ez hogy kell? Az apád szemét azt. És ebbe most történt valami, vagy? Így működik akkor. Kicsit úgy, mint a long drive-ba. Oké. Ez a busz az jó sokat vár. Na mi van? Nincs nyitás meg? Vagy valami csoda? Nincs az nyitva? Nincs. Hát nem fogra kéke meg itt tetten érni? Hát de most én nem, csak járók elő vagyok. Gondolom, hogyha rajta kapnának, lehet, hogy fájna. Na itt egy csáó. Mindjárt megnézem, hány óra van, gyerekek, ne haragudjál. 6 óráig várni, 2 óra. Gyerekek, lehet, hogy várni fogunk. Na ilyenre jó az a mód, ez a várakozás mód. Hogy azért ne nagyon szapasd nagyon magad. Vagy 6 óra van és várni 2 órát, az akkor 8 óra elég. Ugye ennyi történik, semmi extra. És akkor meg tudod nézni, hogy 10 óráig két... Vagy most kiderül, hogy 10 óra van, vagy 10 óráig várás van. Aha, ez nyitva van szerintem. Vagy most nyitott benn kecmereg a csávó. Mi az? Ja, az nem az, bazze.
Akkor most van 8 óra, hát akkor mindjárt várunk megint egyet. Ezért raktam be ezt a módot, nem csak azért, hogy most én nekem könnyebb legyen bármivel is, mert ugye így is például a fáradtság meg minden így nő, csak egyszerűen ne az legyen, hogy nektek kelljen itt végignézni a szenvedésemet, hogy órák vagy fél órát itt áldogálunk a boltnál, tudod. Na viszont, megvagyunk. Ez jó. Csak hogy mit kell venni, arra már nem emlékszem. Üdvözöllek a teimben. Ó, csak te vagy? Hát én vagyok, igen, aki tegnap kirabolta az üzletet, lekitépte a falból a cuccot. Ezt is egyébként szerintem ki lehet, sőt. Jaj, várj, ezzel akarok játszani egyet, ez tök vicces. Hogy kell? Egy, pedig. Birkózó voltam, de nem profiak ez. Ez mi? Stét. Menestyksen tiellä on se, kun mikkit ajat ei ollut kovin kummosia. Porukka aina rupes naaraamaan, kun minä sanoin, että missä sinä poika suhtaa? Et lähtöön nem nyertem, ugye? Ez mit mondja magáét? Hát hagyjon már. Dobjunk bele egy, még egy ötös tétre föltovó. Ez mi? Ez lehet, hogy kiadja pénzt. Várj, ilyenkor még nincs vége, hanem egy tartali lehet. Ezt a kettő, ez kettő az ugyanolyan? Nem. Ezt a... Ezt Spock kapitány tartjuk, azt meglássuk, mi lesz. Hát ez elfogyott. Na jó, oké. Vásároljunk inkább. Akkor, ami kell nekünk, kell böszme sok kaja. Ez a kolbász, ez tök jó, az is tudod megeszed, ugye? Jó. Kéne egy doboz cigi. Azt tudom, hogy kell egy ilyen ékszi, meg azt hiszem ebből kettő vagy három. Megyszünk háromat. Ebből biztos, hogy kell egy ebből. Hát ez a két téhez nem biztos, hogy kell volna. Viszünk izét, aksit viszünk, ilyen légszűrőt, gyertyát viszünk. Ez mi? Autóizó lámpa lehet, hogy kell, viszünk ilyet is. Itt az óra. De ez nem biztos, hogy jó jár, vagy nem tudom. Innen nem kell más, viszünk egy kávét, majd főzünk. Megveszünk az összes cukrot, mert elvileg lehet szeflét főzni, és azt hiszem, hogy az kell hozzá. Viszünk két élesztőt. Viszünk egy láda sört. Meg lehet, hogy viszek ilyen kaját. Oké, eddig ez jó. Ja, meg izé, mindjárt. Fú, 2200. Igen, semmi gond. Tudom, hogy birkózó voltál, már mondtad, baze. Gruppen az. Ezt neked gruppen. Az mi, üléshúzat, vagy mi? Kormányborítás. Meg a táska. Jó, oké. Tudom, hogy birkózó voltál, hagyjál békén, nem érdekel a birkózási téma. Jó, ezt lehet, hogy be kell raknom a tocsiba. Azok meg maradjanak nálam, és ezt meg, akkor megtankoljuk. Hogy kell tankolni? Hogy tartanak, jó. Ezt elvisszük, meg ugye a kocsit is megtankoljuk. Ezt azért viszem el ezt a benzines kannát, mert ne tudjátok, meg én sem tudom egyébként. Ja, ez a satumában majd jó lesz, ugye? Mert abban is kéne üzemanyag. Ú, de lassan tölti, milyen szar van ezzel? Valami legyél. Jó, ez oké, meg vagyunk. Jaj, nehogy azt mondd, hogy nem ér el eddig, mert akkor megvadulok. Pedig az lesz, gyerekek, ez nem fog elérni addig. Akkor ezt egy opció van, hogy ezt áttöltöm abba. Aztán akkor megtankolom megint ezt. Mert én nem fogom rángatni még egyszer, abba biztos vagyok. Ezerötszáz pénzünk van, remélem, hogy jól fog hozni a... Minek nem edik? Baszta, olyan szomjas vagyok már megint. Az állandóan indi akar ez a csávó.
van, ennyi bőven elég is volt bele. Ezt vissza kéne tekerni. Oké. Okay. Ezt meg megtankoljuk meg egyszer, azt akkor megvan oldva a keleti kérdés. Nem kell leangatni a Gerdát, ugye? Ez nem rossz dolog. Jó, fú, gyerekek, azért, és itt körülbelül most szerintem ilyen 1%-án tartunk a játéknak, és mindenre ilyen rottul kell figyelni, mert különben például nem viszünk benzint, akkor azzal hiába rakom össze a kocsit, akkor nem tudok már mit kezdeni. Ha nem viszel aksit, vagy nem viszel, nem tudom, égszíjat is vettünk? Mondjátok, hogy vettünk. Hú, apám, már nem is emlékszek, de mindegy. Oké. Okay. Az is mehet ebbe, kutlába. Viszont akkor ki kéne fizetnem az üzemanyagot, azt föl kéne valahogy szűrni. Mennyi az üzemanyag? Kétszer, valahogy rovadjál vagy. 1300 elcsesztünk, de viszont... ez ilyenkor, ez respawnol vajon? Vagy nem tudom azt, hogy fog lenni. Nem tudom, nem, tényleg nem tudom. Na! A szitu a következő. Lesször is, a lámpát kapcsoljuk ki. Nem kell, ajtó be, kézigáz föl, mondom ajtó be, ez hogy egyébként, hogy nem jó az ajtó, meg ilyen, ilyenek vannak, az őrgyítő tud lenni. Oké, okay, gyújtás kapcsoló, induli, és valahogy föl kéne mókolni a tetőcsomag tartóra. Ezt a időt, ezt az automatát. Ezt valahogy föl kéne mókolni. Abba gondolkodok, megmondom őszintén. Ezt valahogy így beállítjuk. Lekötünk, aztán a villával megpróbálom felemelni. És oda a tetőcsomagtorra feldobni. Komolyan mondom! Á? Mi ez a játék, gyerekek? Jó. Megyünk egy kört. Talán itt nem lát senki. Figyelj, ott van 20-tól 2-ig vagy írva a boat. Oda van írva. Olyan, bazdesz, olyan szomjas vagyok, mindjárt megkembulok. Még a végén éjjel halok, az így jó, vagy szomjan halok itt a traktorba. Akkor itt a lábam között a... A kölkök. A szituáció következő. Szóval, hogy le kéne eresztelem az első villát. Most meg be vagyok rúgva, de jó. Nem az első villát, hanem a... Hogy hívják azt a másik valami csodát? Szerkezet. Ezt leeresztjük. Fődig. Ezt valahogy föltornásszuk rá a automatát. Csörögnek a sörös üvegek, te Isten! Tényleg mi az a game? Kopra leengedjük. Mindig nincs. De miért nem érem el az dolgokat? Jó, kopra. Jó, meg volt a kop. Szó szerint. Na várjátok, így de jó messze vagyok, én azt hittem közelebb vagyok, bazze. A térérzet az minden van, csak az nincs mi. Mindjárt gyerekek, meg a jelzőjét ezt föl kéne csürjenteni. Figyelj, ülök ide, így. Első villát ezt fölcsürjentjük egy kicsit. Oké. Okay. Első szerkezetet meg lefelé. Oké. Okay. És akkor így el tudjuk tolni? Mert szerintem betolni nem fogom tudni alá, hanem rá akarom gergetni. Miért nem megyünk? Fú, bazza, ezek az üvegek. Jó, szerintem egy kávé, nem? Kár, hogy nincs valami normális külső élet, de nem látszik, hogy mit csinálsz, basszus itt. Még mindig vissza kell csűrni ezt a... Az első villát, azt jó, vissza kell csűrni. És oda, ja, így. Ó, jó. Jó, mert így látom is. Ezt most le.
Jó, koppon vagyunk. Megyünk, megpróbálok fel. Bocsi gyerekek, de hát ez muszáj valamit kezdeni, ezt el akarom vinni magammal. Ezt nem tudom eldobni róla, mi ez a szar. Tetőcsomagtartóra valahogy fel kell billenteni. És ezt elvileg, ugye lehet tol, van ez a tolás. Tojástolás. Úgy de nézzé testvéreim, az urba, megoldotta a keeper. Olyan durva. Ide nem merem itt vinni, mert oda nézzé, már most csúszik. Mert tudja, hogy lemegy, úgyhogy siessünk. Tudja, ugye az nem arra van kitalálva, de szerintem az a tetőcsomagtartó az working lehet. Álljá, első villa. Az első villát ezt föl kéne csűrni, nem arra. Úgy, magunkra. Még, ennyi nem elég. Kicsit ferdén vagyunk. Szerkezet. Föl, vitézek a csatára. Ó, szent szabadság. Le fog esni, basszus. Nézd oda, mászik. Aj, ez nem jó, ez a fizika várja. Kiköszárom. Meglököm. De miért nem mész? Mennyi ma? Le fog esni. De jó, most meg nem csinálom semmit. Nem érzékelj. De ezt tudja, hogy elesik. Á, frances sem beléd. Na, mit te? A játéknak vannak problémái, úgy érzem. Jól is esett konkrétan majdnem. Ez nagyon boldoggá tud tenni az ilyen. Egyébként ezekben a játékokban egy a legnagyobb kihívás az, hogy a bugokkal próbálsz izélni. Szopni. Ez komolyan, ez az a legnagyobb kihívás ezekben, hogy próbálod kijátszani a bugokat. Mesélem már, bazzer. Komolyan mondom meg, hogy a villám nem vágta meg ezt a világot! Hogy miért kell neki leesni? De érted? Miért kell neki? Aj, ezt úgy utálom, most hogyan izélem? Harakirizem fel azt oda. Tessé, annyi. És meg pont alattunk van ez a kotla is. Nem hiszem el. Ne! Nem is lát. Olyan. Külső nézet nincs egy normális. Nehogy jól érezd magad. Az az igazság, ezt tudod, mit kéne ezzel csinálni? Hogy oda vinni a széliről, oda löködni. És hogy ne kelljen ezzel semmit csinálni, csak. Csak azt. De nem, miért nem tudja tolni néha? Baszik tolni, meg rajta traktor. Járjunk el innen ezzel a kotlával. Végre legalább leesett ez a szar róla. Na! Ezt meg tolod esetleg, hogy... Egyébként néha miért nem? Miért nem néha? Ez miért csak nagyon működik? Ez miért, ha? Bekapcsolod, érted? És van, hogy nem működik? Na végre! Hogy mi? Neki kell futni, vagy mi? De tényleg? Ja... Ja, izéknek a... Haragudjatok... Ettől tudok megvadulni, amikor egy játék... Nem konzisztensen, mindig miért nem működik? Most miért nem működik? Ez a rohadtolás, ez miért nem működik, gyerekek? Ha? És miért nem működik? Most eddig működött, az egyszer működik, egyszer nem működik. Mi az oka? Mi az oka annak, hogy van, hogy működik valami, van, hogy nem működik. És a járművel nem tudok rébb állni, úgyhogy ezt felejtsétek el. Most meg biztos itt ez a... Ez egyszer miért nem működik? Ha egyszer löki valamikor meg miért nem? Ez a traktor megint nem te...
El kell volna járnom izébe? Izolai Gricébe? Vagy hova? Ez az átok ajtó meg mindig becsukódik, gyerekek. Na. Most már hozzáférünk, ugye? Nehéz nagyon ez a szerkezet, nehéz hozzáfér. És miért nem löki el? Hm? Mondjad meg fele. Nem löki el, bazza. Most akkor... Pedig nem fogom feladni, az hozzájár, bazz. Mi beakadtunk el tulajdonképpen? Valami beakadtunk. Ja, itt egy fa mellettem. Hol? Dík, itt egy fa. Egyébként elmondom nektek, hogy a készítő azt tudja, hogy autista volt, bazzeg. Akkor a szopás az egész irányítás rendszer. Egy ilyet normális ember nem talál ki, azt tuti. Hogy itt idejönni kell váltókat körángatnom, meg kézifékeket. Az egy kénylódás, gyerekek. Most kiromban annyit tudok csinálni, hogy ezt a kotlát fogom oda rángatni. De hallod, érted? Egy ilyen... Jó, én elhiszem, hogy ez valóságban is. Hát figyeljetek! Biztos a valóságban is egy kínlódás lenne ez. Most mit kapcsoltam? Valami volt itt. Differenciálmű vagy mi a tökömet. Szétszedtem. Vonókötő, jó. Na hagyjuk. Vagy hagyjunk. Vagy adjunk. Oda keresztbe elé állok. Ott van pont a fa, nem örülöm. Csórit ide rángatom. És akkor megpróbálunk a villával megalálni, érted? Bocs, ez focskereszt, de ez ilyen... Na, hát ennél jobban már nem tudok ide igazodni a szituációhoz. Gyerekek, én ered vágok mindjárt alól. Most meg kinyitottam a csomagtartót. Jó van. A sör meg elmegy. Ez az átok ajtó is mindig becsukódik, meg kinyílik magától, érted? Kicsapod, azt elkezd mindjárt külön életet élni. Nem csukod be, akkor a sör az meg kiesik. Na. Hát ez nem egyszerű az élet, na. Viszont meg kéne néznem kívülről, hogy a... Aha. Lejjebb kell engednem azt a rohadt villát. Hoppa, mi ez? Minek mentem neki? Valami épületnek, mi? Igen. Hó, már ütöm a gépet. Kénomba. Most látszok, hogyha ez így nem jön össze, akkor réni fogok. Hát ez csak összejön így, nem? Várj, külső néletben fogadjunk pont, pontotan pont nem látom magam. Jó, oké. Okay. Jó, mert látom azért nagyjából. Első villát döntsük előre. Tök jó, hogy ilyenkor nem látod, érted, ez egy akkora szívás még. És igen, erre nincsen hotkey. Nem tudod, de nem tudsz beállítani rá, hogy te most mivel akarod. Még egy icipicit. Meg akkor mehet a szerkezet is tökig le. Kopra. Épp kop, jó, nagyon jó. És akkor mehetünk előre. Na. Alacsony. Így. Neki durrantottunk valami a kezére. Ez jó lenne bemenne alá, nem tudom, hogy befog-e. Ennél precízebben már nem tudom megoldani a dolgokat. De baj, tök semmit nem látsz belőle, úgyhogy most nyomunk egy kövér gázt.
Szerintem jó vagyunk egyébként. Az átokajtó, ez mindig a fejemet beveri. Jaj, de jó. Jó, most föl kéne elmenni, és föl kéne valahogy csettinteni oda. Az lenne a feladat. Első villár visszabillentjük. Jöhet az emelés. Addig több mint perfekt gyerekek. Azt hiszem nincs behúzva a kézifék, úgyhogy előre is tudnék menni. De igazából egy kicsit inkább balra kéne szednem. Be van húzva a kézifék? Ahogy rohagy meg. És komolyan? Nem volt behúzva. Sajnos olyan egybe vagyunk, akkor miért nem indulunk el? Oha. Ez kemény, ez erős volt. Úgy gyerekek, azért ne haragudjatok meg, de azért ilyen kénylódunk keményen, nem? Jó, meg kell nézni kívülről, vagy nem tudom. Jó vagyunk. Szerintem jó vagyunk. Kicsit túlemeljük. És megbillentjük előre a villát. Ilyenkor nem lehet külsőbe váltani? De, ó, de jó. Ilyenkor akkor tök látod. A srácok, egész jó vagyunk, nem? Körülbelül jó helyen van, de egyébként ezzel a sebességgel billenti azt a gyomorú villáját. Úgyhogy őrület. Szomorúságos. Lehet, hogy kiszállok, aztán megpróbálom rá csűrni. Előbbre kell venni egy 30 centit, kicsit följebb emelni. Kicsit egy 30 centit előbbre. Ne, sőt, ó, hogy a francia sem bele ebbe a sörös rekeszbe. Okay. Jó, és billentés, nem, följebb emelés és billentés jön utána. Billentés. Ezt képest a Farming Simulator bálapakolás egy ízé gyerekjáték gyerekek, halál komolyan mondom, ez kén, ez egy kén. Hát ezt figyeljetek, itt már nem lehet hibázni, hát oda fog csúszni, ezt tuti. Aj, ne. Tudod mi baj? Várja, mi ez? Ja, nem tehet nézegetni. Tudod mi baj? Nem lehet a villát jobban billenteni. Új, bazze. Pedig aztán, hát figyeljetek, egy 20 centit hátrébb, ezt megpróbálom lelökni róla, vagy valami ilyesmi. Oké, hátrafele. Ez a baj, ugrik ez a szar. Meg kell húznom a kéziféket. Ennél jobban szerintem nincs opció arra, hogy én ezt beálljak ide. Jó lenne felmászni erre a kotlára, és akkor... Hogy ne lehet, hogy onnan alulról, de valamit ki kéne találni, hogy azt rálökni. Összes nem fogja meglökni. Megkérdezzétek, hogy miért nem löki meg. Komolyan mondom, ezt én nem értem meg. Világ ez a lökésnek kéne működnie. Hát ez egy akkora szopás. Nem működik a lökés. Egy dolgot csinálok, figyeld! És egy kicsit drasztikus leszek, leszarom. És nem akar. Be kéne indulni és egy satupféket ott nyomni. Annyit tudok csinálni, bazen, komolyan mondom.
So, egyébként most már valami történt. Már kezd leesni róla, úgyhogy valaki... De gyerekek, ezt tudod mi? Senki ne csinálja utána. Az, abba biztos vagyok, hogy aki ezt utána csinálja, az ilyen szív... Jaj, le fog esni, bazzak. Hátra gyorsan! Nyíl gáz! Azt a vegyár! Nem mondod, hogy rá... Nem mondod, hogy rárakta. Komolyan mondom, hogy én már ilyen... Nem is tudom, milyen közeli állapotban vagyok. Agyvérzés közeli állapotban. Te hallod, ez egy bátod, amit gerej. Itt egy kicsit... De nem, de hiába mi, mert úgyse tudom tudni meglepni. Villával kéne megtónom minden arra. És akkor esélyes, hogy ez úgy fog maradni. Gyerekek, nem hiszitek el, hogy ez sikerül. Kezdek, iszok egyet, bazeg. Már mindjárt tényleg előveszek még a valóságba is sört, mert mindjárt megőrülök. Na. Túlfelőrű meg kell öpni egy nagyon enyhén. Az, hogy még előre-hátra váltani kell, meg minden, hát a szeme álljon meg a készítőnek. Hát szerintem egész jó vagyunk. Szerintem most ennél tökéletesebben egyszer nem tudtam volna felrakni a verdát. Állj meg, he! Meg ez az ajtó... Engem egyébként ez az ajtó idegeleki legjobban, hogy kibecsukódik állandóan magától. De a gyerekek, ez több mint perfect. Ez... Most ez komoly. És ez komoly, hogy már megint, hallod, nem komolyan mondom, hogy felszereled ezt a szart arra a másik szarra, és lebagol róla, hogy hozzáérsz. De miért? Why? De miért kell ennek így történnie? Miért nem lehet normális? Hát komolyan mondom, én mindjárt ríjok, hát... Tudod mit? Ez így nem megoldás, gyerekek, ez így nem... Ennek semmi értelme. Ennek semmi értelme. Hozzáérsz, érted, azt elbagol. Egyébként én ezt nem értem ezekben a játékokban, hogy miért, miért mindig azzal kell szopni, hogy a bagokkal, érted? Tényleg, egy ilyen játékban mindig az van, hogy azzal küzdesz, érted, hogy... Jó, mindegy. Nem réjjok. Megvan a megoldás, kitalálta a képer. Mondjuk úgy. Amilyen gyorsan csak ki lehet, hazamegyünk, mert már megint a fáradtság szinten is magas, meg a higiénián, meg minden is. Mi az a differencia az árba az? Vonókötél? Na hát ennél közelebb nem tudom bekötni öcseim, mert rüli majd a kereket a izé. Hűte? Volt pedig el. Figyelt, láttad? Előbb meg volt. Na gyerekek, fél méteres kötéllel. Úgy van. Menjünk haza francba. Gyomjuk neki. Meg van tankolva ugye, minden oké. Okay. Nyomunk egy előválasztót, szerintem megy ez gyorsabban is. Sőt. Jó, megyünk haza gyerekek. Az lesz a szituáció. Kíváncsi vagyok, ez hogy viszi. Teljesen jó, oké. Okay. Nincs ez a semmi gond. Vigyünk haza, aztán azt csináljuk, hogy szerintem ezt a kocsit összerakom. Mármint elindítom. Van otthon csavarhúzó, azzal ugye el lehet indítani.
Hol a faszom? Hol a tökönbe vagyunk? Na meg neki mentem valami oszlopnak. Hol vagyunk, gyerekek? Ez van az autópálya, ugye? Nem jó, felejöttünk, de jó. Ferike már nagyon rög rajtam szerintem, hogy mit görcsölök. Nem jó, felejöttünk. Húzzad már! Ja, hazamegyünk. Azt összedobjuk, ezt a Verdát. Azt lejövünk az automatáért, mert érdekel, hogy mi van benne. Mondjuk ennyi erővel, akkor hozhatok magammal egy csavarúzót is. Majd mindjárt valami lesz. Srácok, ne aggódjatok, megoldjam. Vegyük. Ebben meg annyi üzemanyag van, mint a sára még, úgyhogy ez teljesen jó. Megyünk haza a rettenetes bekapcsolt Verdával. Hát figyeljetek, a bolt mögött van a izé, kitéped valamicsoda. Legalább megnézzük, hogy újra spódol-e. Legközelebb kell hozni magunkat mindig csavarhúzót. A fasz. Hát ez igen, a buszsofőr egy kicsit kente neki. Jó, meg erre kell hazamenni, nyilgánzóan haza tudunk, semmi gond nincsen. Visszük a Verdát, és ezzel a Verdával már oda nézett, hogy még mi a pöcsörbe volt. Ott fut két ember, lol. Mennek focizni biztos, nagyon vicces. De izé, megint este lesz szerintem. Ó, tekerjünk mind az állat. Ja, megvannak a kerekek is, mert össze tudnánk rakni a izét is, a szarumánt is, vagy satumád, vagy mi a franc az. Megvan minden alkatrész, ugye? Viszont azért az automatáért visszajönnék a kocsival. Azt csinálnám, hogy az is tud vontatni, minden tud vontatni. Aztán az tud menni egy ilyen százat, azt gyorsan visszaérnénk vele. Arra figyeljünk, a hülye rokonunk az nehogy az fötiporjon minket. Az nem lesz virám dolog. Gyerekek, fölraktam a tetőcsomagtartóra, erre az autó elbagolt, érted, 2 métert. Röhely. Pedig az tök jó lerú volna, hogyha azt is elhozzuk haza. Nem érdekel, el fogom hozni. Tudjátok, mi kellett volna? A pótkocsi. Pótkocsi kellett volna, pótkocsira föl lehetett volna rakni. Lehet, hogy azt kéne, visszajövök pótkocsival, kitépem a boltból is, és mind a kettőt elhozom haza. Pótkocsira felszórom őket. Onnan szerintem nem bagol le, de hát mondjuk amire fölrakom meg én, az meg inkább a pénzt elég belőle kioperálni, nem? Ott is megy egy földút. Nagyon feldúlt ez a földút. Hú, mekkora szóvic volt. Hello, csókolom! Hát Domnak fölfele nem szereti a izét. Gólt. Egyébként jó kakiám ez a Verda. Egy, ami jó benne, hogy tud gyorsan menni, nagyon gyorsan. Mármint nem a traktor, hanem amit húzatunk, de ugye ilyen alig indul, ilyen nagyon szopás az egész. Lefullad, viszont mit tudom, ilyen 100 akármennyivel el tud kecsegni. Ami nem rossz. Megint szomgyusok vagyunk. Itt gurognak az üvegek, basszus. Ugye ennek a
háromszorosával megy ez a kocsi, úgyhogy az a tök hamar ide visszaérnénk. Azt szerintem azt meg fogom csinálni. Jó van, figyeljetek, szereztünk két rész alatt egy autót, megvan a Suramához szerintem kb. Minden is. Úgyis kell egyet balcsizni. Jó, pont nem éri el a keréknek semmi. Több baj, nagyon hosszú madzagom van. Emlékszem rá egyszer, mi live-ból valamit szenvedtünk ezzel. És az volt, hogy... elnézést, az volt, hogy... így nekivágódott a fának, meg mindennek, úgyhogy voltak problémák. Ja, már megint sötétedik mindjárt. Egyébként egy csomó jó tuti mód van már a játékhoz. Különböző plusz autók, ilyen, még olyan is ilyen évszakmód, hogy mindig télen tudsz játszani, meg mi volt, ami még érdekes volt. Hát ilyen optimalizáló dolgok, most tudom, ilyen bérelhető apartman, egy csomó érdekes dolog. Én tényleg ezt az inventoryt, meg ezt az időpörgetést, amit gondoltam, hogy berakok. Meg mi volt még, ami ilyen? Ja, a térképet, de hát azt nem is használjuk, de nem is baj. Azt nem nagyon akarom használni, mert az elveszti azért az autentikusságát ez a dolog. Ebben a részben mindenképp hazaérünk. Hát nem tudom egyébként, hogy a bűn... lehet sitre menni. Láttam ilyen videó, ilyen montásban, hogy a rendőrök jöttek a csávóért. Rendesen a házhoz, és letartóztatták. Úgyhogy... nem tudom, hogy abból mi lesz, vagy hogy fog működni. Vagy az akkor van, ha látnak, vagy ez hogy működik. Kitéptük a kocsma... kíváncsi vagyok, úgy kéne menni, hogy éjszaka megint akkor éljük oda, hogy kíváncsi vagyok, hogy a kocsma az megint egy üzemele, vagy hogy mi van ott ilyenkor. Az lenne fán, hogyha ilyen rendőrök. Rendőrök lennének, meg ilyen helyszínelés. Hajrá! Kettő jobb kanyar, aztán meg vagyunk ám. Elvileg az első lesz egy híd, utána van ugye az autószerelő műhely. Utána nem sokkal megint egy jobb kanyar, és meg is vagyunk. Valami ilyesmire émlik. Ezért egyébként érdemes egy ilyen gyorsabb járművet szerezned már az elején, mint például ez a kocsi, még hogyha eléggé nyűgös is. Egyébként van egy olyan mód is, hogy fel lehet újítani ezt az autót. És akkor ilyen patika lesz, meg ilyen tök gyors, ilyen agilis, nem robban le mindig. Nem fullad le mindig. De a traktornál mindenképp akkor is azért is jobb, mert... most is jobb, mivel legalább gyors lesz. Egyébként fáradtságunk eléri a maximumot, akkor el tudunk aludni még vezetés közben is, az nem biztos, hogy egészséges lesz. Mekkora horribilisek ezek a mapok, gyerekek, hogy rohadjon meg. Visszajönnék azért az automatáért, mert lenne még pénzünk, meg akkor még több dolgot bevásárolhatnék. Ígyunk egy sört, van mert még? Van. Az igen. Egy büfit, dobtunk egy büfit. Ezeken a meredek dombokon azért küzd. Küzd a Verda, nézd már. Nem nagyon akarja felhúzni ezt. Az a baj, hogy nehogy jöjjön a rokon, fötiporjon minket, mert az nem lesz fasza. Úristen, hogy mennyit kell menni ezen a rossz napon.
Egyébként lehet szerezni másik házat is, ahonnan elloptuk az autót. Annak a csávónak el lehet ugye kártyán nyerni a házát, meg az autót is magát, amit elloptunk. Na, de nem megy az a gép. Autorancs. Nyuku. Nem sok a domba. Itt a szellemkastély, jó van. Akkor itt lesz az izé. Itt lesz az autószerelő műhely. Mondom, ott lesz az autószerelő műhely. És akkor ott lesz a jobb kanyarunk. Első jobb kanyar. Itt a híd. Aha. Jó. Szellemkastély, híd, autószerelő műhely. Hármas fokozat. Nem bírja az a traktor. Egyébként szerintem az még jobb a szippantós kocsi, mert az még erősebb, vagy erős is, meg gyors is. Hát ez a... Nyitva van ez a volt? Nagyon lenne. Nem tudom abban az automatában mennyi pénz lesz. Ha sok pénz lenne benne, akkor ugye tudnánk venni alkatrészeket a géphez, a gépcsárkányhoz. És akkor nagyon touring lenne. Elvileg lehet valami versenyeken is indulni, meg csomó mindent lehet csinálni a játékban. Ezeket mind ki akarok tapasztalni. Ha van ötletetek, akkor írjatok ám. Aztán akkor azt megvalósítjuk. És képzeld el, hogy úgy indulsz neki ennek az egésznek, hogy fogalmat sincs, hogy mit kell csinálni, meg merre kell elindulni, akkor azért úgy az kellemes dolog tud lenni, érted? Még azt sem tudod, hogy hol vagy a mapon, vagy merre tudsz menni. Nagyon durva. Tényleg abszolút nem foglalkozik azzal a játék, hogy bármennyire is eligazítson. Tudok én itt pisilni? Nem. Na mindegy. Olyan keveset teszik ez a jármű. Nézd meg, mindig nyílen van a üzemanyag. Annyira nem bírja el ezt az autót, hogy ez őrület. Na, mi ez? Kereszteződés? Ez jó lenne, mert akkor jobbra kell mennünk, nem? Ez nem kereszteződés? A nagy lóf. Lóf fenét. Nem, az még mindig nem. Ugye egy épület lesz, egy baloldat, és akkor lesz utána a kereszteződés. És akkor tudunk ott jobbra menni, és akkor onnan már elvileg kiérünk a mi házunkhoz, tehát az a következő megálló. Na, mindenképp valami gyors járművel kell veretni, mert ez traktor, ez hol áll. Azt se tudom pontosan, hogy tudod unlockolni azt, hogy megkapd a furgont, az is egy jó dolog. Azt a betyát. Ott a vonat. Jaj. Insta killer vonat. Ez azért kemény, hogy... rosszkor mész, akkor repülül az csácsomi. Jó, gyors. Na. Hazavonszoljuk ezt a Verdát, gyerekek. Illegálba. A rendőr megállítva nem is csinál. Hú, egy csomó minden nem tudok. Hello, hello! Suzuki Swift-es csávó, vizó is. Fasza minden? Ennek is valami szippantás, hogy valami kell.
Ugye ezek általában ilyen melóhelyek. Teszem neki a rettenetest. Fáradtságunk maximum van, az jó lesz, hogyha elhalszok vezetés közben. Ez izgi, izgi. Izgi-bizgi lesz. Egyébként ugye gyorsabb autóval érdemesebb egy nagyobb, nagyobb távolság, egy icipicivel. Viszont sokkal egyszerűbb kinn az autópályán menni. Úgyhogy valószínű, hogy az a kocsiba már arra fogok közlekedni. Csak ismerni kell a lehajtókat, mert különben körbe-körbe megyek. Az egy ilyen nagy körpályán megy az autópálya, azt hiszem. Ez az autó érezem, mert szenvedünk, gyerekek. Itt van az a, itt van az épület szerintem. Ezután lesz a jobbra kagyar, fönn a dombon. És akkor már onnan hazaérünk. Ez már jó lesz nekünk. Igen, itt lesz a jobb kagyar, fönt a dombon. Kormány. Van itt minden, mint a bucsóban. Ott egy kormány, ott van egy... Van egy húsunk is még, úgyhogy nagyon éhesek lennék. Egy ilyen kolbászó. Na, itt egy... Dobunk egy jobbost. Aztán elvileg... Itt már hazaérünk. Itt már a félsziget, ugye ez, ami ahol lakunk. Fú, gyerekek! Öcsém, ez nagyon brutál. Traktorra én többet neki nem indulok, hallod? Arra gondoltam ugye, hogy visszajövök traktorra, nem jövök vissza traktorra. Autóval jövünk vissza. Ez egy kéne az traktorra menni. A munkavállalás szempontjából viszont majd kell, de apám... Mondjuk mögöttünk van ez a szar is, ugye aztán nagyon nem tud menni a gép. Ott volt egy sörös üveg. Ott volt egy sörös üveg, amit kidobtam, amikor jöttünk. Jófele megyünk, gyerekek, sörös üvegek mutatják az utat. Hol lakunk az üveghegyen túl, mi? A lopott kocsi, Dick. Azaz, nem tud menni. Tükröt nem lehet állítani, nem hiszem. Sehol egy autóroncs. Nem lesz gazdagság. Magunkhoz veszük a csavarhúzót, az lesz, de nem tudja már a következő részben. Ja, várjál, még csak most megyünk a félszigetre. Itt lesz a izé, itt lesz még egy elágazó. Igen. Itt megyünk a félszigetre. Levágjuk a kanyar, te! Figyeld a... Megy le a nap. Ne szenvedjél már! Készítő kitalálta azért, hogy lehet játékidőt növelni, mi? Rakja távolság 25 km-re különböző dolgokat. Na, a vonat.
Ha itt átürül a vonat, akkor még eret is vágok, esküszöm. Na bazd a gyerekek, mondjatok, hogy nem gyűr a vonat. Jaj, de jó. Megint nem megy. Köpnek a legyek, fáradtak vagyunk, stresszesek vagyunk, mindjárt beugyozunk. Még szomjasok is vagyunk, de szomjaságot azért húzom, hogy majd otthon iszok, mert már most mindjárt otthon vagyunk. Istenem, hogy néz ki az a traktor már. Azt hiszem, hogy eltűnnek az ilyen sörös üvegek, az üres üvegek, meg az ilyen useless itemek. Hogyha mentesz egyet, ugye még nem is mentettünk. Menj már! Traktor a gyerekek, sose indulok-e tovább. Halad, inkább vállalok akármilyen munkát. Kijeljek az utcasorokra idő, strihelni vagy bármi, csak ne kelljen traktorra mennem. Fú te, hát ez egy borzalom. De már igazán hazaérhetnénk. Te öcsém, ez nagyon brutális, nem? Ott van egy farakás, és utána jön a házunk, úgyhogy ez már nyert ügyünk van, és beindultunk hármasba! Nyílgázon! Visszük a izét! Tocsit! Visszük a tocsit, nem jó kamera nézetből visszük a tocsit! Láncs kamera nézetet! Azaz. Húzzuk a tocsit! Mindjárt hazaérünk, jaj! Elvileg itt kell lenni a házunknak, mondd, hogy itt van a házunk, mondd! Még mindig nem, de jó. Van egy olyan mód is, hogy teleportálni lehet. Kezdem megérteni, hogy miért született, de nem fogom használni, ígérem, de azért kezdem érteni, hogy miért született ez a mód. Jó, meg hazaértünk. Istenem, komolyan mondom. Nem két teljes napig. Egy éjszaka. Meg igen, meg egy nap, meg megint egy éjszaka voltunk távol, hogy elmentünk a boltba. Oké, hogy közben kiszenvedtük azt a izét is, kotlát, de azért ez egy kicsit erős, nem? Ez egy kicsit enyhén erős volt, hogy... Ja, meg loptunk egy kocsit is. Jó, egyébként nem volt annyira vészes. Egyébként ezért érdemes mindent egyszerre megcsinálni meg, hogyha ezt nem csinálom meg. Hát akkor képzeljétek, hogy még milyen tortúra még egyszer visszamenni valamiért. Mondjuk a kocsiért. Megnézzük a... Csicsikálunk egyet, fürdünk egyet, alszunk egyet, eszünk egyet, ilyeneket csinálunk. Kiszórok mindent. Na, most nem dögöljél meg. Félreállunk, ide, oldalra. Istennek legyen hála! Hogy a villám nem vágta meg, gyerekek, ezt. Ez több volt, mint brutális ez a túra. Komolyan mondom, a kockásra ütem a seggemet ma. Szinte érezem, hogy mekkora szenvedés volt ez az egész. Az izéből és az inventoryból kiszórok én ide mindent most. Lehetőleg nem egy helyre, aztán akkor így
Majd átlátom, hogy mi a szituáció. Ugye? Hát, hogy kéne alcsizni, meg élni egyet. Mert van egy kolbászom, bekapom a kolbászomat. Ja, van gyerekek. Hú, te valahogy meg se találja az ember így. Itt a kolbásza, ezt meg kell enni. Miért nem eszed meg? Miért nem eszi meg a kóbaszt? És ez komolyan miért nem, nem akarja megenni? Miért nem eszi meg ez? Ide teszem. Föl az, innen az autót tetejéről meg szépen. Spoiler! Az mi az? Az valami nem működik? Elromlott? Lehet, hogy izé, megromlott kabinba vagy mi? És köszönöm, nem akarja megenni. Szerintem az konkrétan megdöglött az a fölford, vagy valami, nem tudom, hogy hívják ezt az ilyen dolgot. De jó, ott ezt a kóbász vitte megállás nélkül. Jó. Stressz, cigi. Le kéne zuhanyozni. Merre van a zuhanyzó? Kéne pisízni is egyet. Közben cigit szívni. Minden így meg lesz, és a fáradtság marad akkor vissza. Ugye akkor már tényleg csak az marad. Jó, higiénia megvan. Vizelet mondhatni megvan. Stressz mondhatni megvan, elrántsuk ezt a dokket. Arra kell figyelni, hogy fel tudjuk gyújtani a kecót, úgyhogy az jó lenne, hogyha nem. A bunker leégne, az anyám megülne. Jó. Oké, kérlek csicsenteni egyet, ancsibalcsizni. Várjátok, ezt a villanyt lekapcsolom, mert eszi ám a izét, eszi a pénzt. Tudnám hány óra van, éjfél van már, jó van, aludjunk egyet. Alszunk, kipróbálom a Verdát, annyit még megcsinálom, mi a franc ott a falon? Ja, egy poszter. Csereg a telefon, kelj már fel, bazze! Azt mondtam, korom sötét van, megőrülök. Merre csörög? Konyhában vagyok? Ó, hol egy villanykapcsoló? Ó, kéne lenni egy villanykapcsoló, de hol? Baza, nem látok kettőig, de jó. Cigi, világít. Hát ezzel nem megyek el. Bucsúba, mi volt az? Valami volt. Lerogták. Hát ez az őrület. Nem látok. Várjál, itt tudtam, hogy... Itt a hűtő, várjál, a hűtőben van világítás, ugye? Hát nem sok. Valahol itt kell lenni a villanykapcsolónak, de hol? Most azt akartam mondani, hogy beszállok a traktorba, és azzal világítok. Az se lesz egyszerűbb. Várjál. Oké, elvileg beszálltam. Jaj, de jó. Az jó. Megúsztuk. Figyeljetek, lehet, hogy belepörgetek én az időbe. Úgyhogy ilyenre, hogy ne legyen ilyen... Hogy mondjam...
olyan dolog a játékba és a sorozatban, ami ilyen nagyon nagy szopás. Emiatt ez tök jó, hogy be tudtam pörgetni. Oké, cigi nem kell. Mert a levesbe. Ó, jaj, de jó. És a hűtőajtót meg nyitva hagytam, lehet romlik meg a kaja, nem? Nem. Oké, azt a verdát akarom még kipróbálni gyorsan. Ez meg akkor megromlott, bazza. Hát ez szomorú. Szomorú, gyerekek, szomorú. Itt meg mi folyik? Ja, meg a kocsiban van még ide, táska, nem? Vagy valami volt még a kocsiban. Meg itt is van még, a kormány, meg minden. Ejj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 
GT kormány. Szelepfedél, GT szelepfedél. Tuning. És ott van benne még egy ilyen. Ilyen eszköz, ez az. Jó, ez is megvan. Oké. És viszont hol vannak a táskák? Az ebben a kocsiban volt. Na mindjárt, le van akasztva? Nincs le akasztva. Odébb állok ezzel. Tök jó. Lámpa nem kell. Jaj, bocs, hogy itt el vagyok, nagyon gondolkozva, de itt azért vannak, Ramazuri van itt. Egyébként ez tök jó, hogy így bagol, azért meg lehet magad szopatni keményen. De várj, egy darab táskám volt? Egy, ugye? Jó, akkor a táskában van a kaja, meg ilyesmi. Minden megvan? Hát remélem. Kiszórok én ide minden, mert ebbe. Viszont akkor a kaja, az fontos, hogy belegyen a hűtőbe, ugye? Ezek szerint. És azért szórom ide ki, mert az mi az? Mit vettem? Viagrád, vagy mi a szart? Gyújtógyertya. Mi a macska kaja? Kéne lennie nekem egy... Ó, itt a cukor is. Te édes Isten! Az a baj, hogy ezt így tudod kibontogatni. Ugye a nylon zacskóba szórja bele a csávó. Berakta az olaj mellé mindent is. Kaját össze kell szednem, mert megromlik szerintem ezek szerint. Cukor az valószínű nem. Jézus, mennyi mindent rakott ebbe a táskába, hallod? Szóval a zacskó kibontására nyomsz, akkor így csinálja. Na várjál. Szedjük össze a kaját, mert meg fog romlani. Be kéne pakolni a hűtőbe. Viszont az autó kipróbálásáról volt szó, de viszont ezt be akarom pakolni, mert tényleg nehogy megromoljon. Ezek szerint megromolhat szerintem. Mert ennek más a neve. Spoiler. Ez nem tudom mi az a spoiler, de valahogy nem biztató jön nekem. Makaron és doboz. Okay. Egyet meg szerintem átraktam, lehet a falon. Aha. Telefon! Bázz a telefon! Milyen hosszú lesz az a videó? Minden hülyeség történik egyszerre. Várjál! Ki vagy? Szia, itt a Nagyi! Tudnál hozni nekem pár halat, amikor van időd? Inkább nem a rossz lábam melyek a tóz. Sem máska, máska, jó van, szevasz. Menj a francba a haladdal. Ezek a pukpész vagyunk, akkor elmegyek halat observálni. Ne legyen gondod. Várjál. Visszaszedem megint a kajákat, meg ami oda való belőle. Hát ez mi? Mi a szar ez? Izzódoboz. Atya Isten, miket vettem én?
Ott van a izé, ott van a... Egyébként, hogy le kell térdelni, az a izéért, az egy őrület. A... Földön lévő dolgokért. Jó, hát valamennyire autentikus, de hát... Ennyire ne lenne az. Gyerekek, makaronit az vettünk dögivel, mi? Ne se fér be az... Hogy nyikaját vettem, szerintem elég lesz egy életre. Várjál, sört azt ide dobom. Két reg a sör. Olaj az nagyon nem ide kéne. Ezeket bepakolom, csak ide kiszórom, hogy szortírozzam, mert... És innen nem éred el, mert le kell feküdni. Szó szerint le kell feküdni, bazza, a földre érte. Ez egy kénylódás. Tényleg le kell feküdned a földre érte. Google-val nem éred el. Nem tudom, milyen hosszú lábai vannak a csávónak, akivel vagyunk. 5 méteres lába van, vagy mit tudom én, de Google-val azért el szoktam érni a dolgokat, amik a földön vannak. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, mert látod? Nem, de eléri? Nem éri el, rohadtul nem éri el. Hosszú lábú apu. Jó, van kávénk is, azt majd tudunk főzni. Jó, essék itt persze. A kávét azt nem ide rakjuk, hanem azt ide rakjuk. Ez meg itt megrottyad, vagy nem tudom. Ezt nem akarja meg Eddivel. Ezt meg visszük ki, mert nehogy megígyuk. Fékolajat. Fékolaj maradsz itt, mint meg még van kaja. A cukrok szerintem nem romlanak meg, az ott rohad meg. Meg van élesztő is elvileg, ott van két dobozzal. Itt meg már az már semmi nem kaj. Cigi meg ilyenek, ezek gondolom nem lesz semmi baj. Jó, oké, akkor megvagyunk ám. A kaját akartam elrendezni, ne az legyen, hogy megmókolunk. Ide így be kéne pakolnom, csak hát nem annyira ment az előbb. Talán bemegy most. Jó van, benn van minden. Rakjuk, zárjuk be, amíg ki nem bugolnak. Oké. Na ez egy jó dolog, ez már megtörtént. Szuper. Akkor várja még... Fú, mi van itt a Isten gyerekek? Ez a játék azért ez... Most képzeld, hogy hátizsák nélkül az egészet. Ha ezért akarom megnézni, hogy mi van a postaládába. Elvileg oda jönnek az ilyen püntik, meg a számlák, meg minden, és ezt nem általa megcsinálni mindig. Mert különben szerintem az megint ilyen bukott dolgokat, hogyha nem adott fel. Két napja már játszunk, úgyhogy valami csak van. Ótes Isten, mi van itt? Rendőr, jaj te! Húgyos József! Környezeti bűnözés, az mi a szar? És 70 márkára megbágtak, figyeled? Kétszer követte meg, gondolom, nem tudom, ez... Idő van, hogy... Kettő, nem tudom, quantity, vagy quantity, az mi az? Define. És 35, és az 70-be fájt. Ez úgy jó, ez mi az 600 ezerre, és meg tudnám, hogy mi ez? Ezt ki tudom, mi a maksa, bata, ja, ki tudom fizetni. Jó, hát kifizettem, ott rohadja meg. Mi van itt még? Itt két levél van, mi ez? Hirdetés. Ó, egy számítógépet lehet venni, szerintem úgy látom. 6400, na hát ezt lehet, hogy nem vesszük meg. Ez... Hiii! Mit csinálta a keeper? Aztán feladjuk. Ott egy hirdetés, de ott egy levél még, nem? Vagy mi az? Vagy ez csak az mindig ott van? Nem, ezt a hirdetésbe azért kitöltöttem, én hülye. Nekem nem jó számítógép, Turbo X33. Megvadulok. Úgy most, még rajt van a izé, nevünk is, tök jó. Ez meg gondolom a nagyapánk. Az a levél meg azt nem lehet bántani, ez lehet, hogy így a statik. De ott van a telefontársaság. Ó, hogy rohadjatok meg.
És ezt most kifizette azt is? Ó, te fiú, hát de nagyon aranyosak vagytok. Már jött a telefonszámra, érted? Még nem is telefonáltam. Fölhívott a nagy egytízer. Ez így nagyon jó lesz, nagy üzlet lesz, látom. Hát de marha jó. Megrendeltem 6000-ért egy számítógépet, az meg a legnagyobb buli lesz. Na nézzük, mi történik itt, mi folyik itt. Ezt a izét Verdát kéne működésre bírni, ezt ki kéne próbálni, hogy ez hogyan megy. Nyíki. Puli izé kell. Csarhuzintau. Villás kulcs készlet. Várjál, ez hogy van? Ezt ki kell nyitni elvileg, várj feldobom minden kocsit a teire. Aha, és akkor várjál, ez valami, hogy úgy van, hogy azt hiszem egyes és kettes gomb. Csavarhúzó. Ez az. És akkor ugye tudsz váltani, hogy szerelni akarsz, vagy nem akarsz szerelni. Oké, okay. Akkor ezzel elvileg el tudjuk indítani ezt a mókot. Az ajtó megint betevődött. Egyébként jó kotla. Nem is lesz vele bánni szerintem. Ajtó be. Indulj-e! Kapja re! Pumpálom a gázt! Na! Oh. Kézifék, az most ki van engedve? Dobjunk egy időt! Egyest! Ez az gyerekeke! Megy ez! Megy ez! Megy ez a Verda! Dobjunk egy kettest! Ú, mi volt ez? Mi volt ez? Beragadtad oda! Ez nagyon szorad ez a Verda, gyerekek! Most megyünk 60-nal. Nem kéne meghalni! Azt tudom, hogy jár! De miért szipog a duda? Ez mi az riasztó? Hogy lopott? Hogy mi ez? Csipog a duda, bazza. Nincs egy gyomorult fordulat szemmérő. Gyerekek! 80! Főres utol! Isten, Isten! Teröl Máriás huncut! Mi történik? Ez jó, csak ne dudára! Nem olyan rossz. Nem mondom nektek. De hogy miért durál? Azt nem tudom. Ez itt durál az elejében valami. Hát gondolom itt a duda mondjuk. Ez valami... Ez lehet, hogy valami riasztó lesz. Várj, mi volt az? Az ajtó. Ez nagyon, ez őrítő. Na gyerekek, figyelj, mi van a kezemben? Valami van a kezemben. Ja, levelem. Oké. Okay. Azt nem tudom, milyen levél. Nem tudom elképzelni, ez mi. Ez amikor... Feladtuk azt a vackot, akkor történt. Mármint a hirdetésre ugye az ámítógép.
Jó van, gyerekek, szerintem minden folytatjuk a következő részbe. Hát ez egy kicsit őrült volt ez a rész. Azt tudom, milyen idős volt. Lehet, hogy baromi hosszú, sőt, szerintem igen. Elmentem, aztán akkor innen folytatjuk a következő részbe. Írjatok, hogy mit csináljunk szerintetek. Várjál, ez a munkának számít ez a nagymamas téma? Ott a nagymama. Szállíts halat a nagymamádnak. Hű, te Isten. Hát, van feladat. Na jó van, gyerekek, köszi szépen a figyelmet. Jók legyetek. Csácsubik.